Szebényi Géza, bátaszéki lakos, régóta gyűjt olyan fényképeket, amiken régi települések, már nem létező falvak találhatók. Úgy gondolja, ahhoz, hogy a jelenben éljünk, tisztában kell lennünk a környezetünk és a családunk múltjával. Eredetileg olyan elképzelés volt, hogy bátaszéki vonatkozású dolgokat kellene összeszedni. De hát a bátaszék, ez annyira ilyen vegyes lakta település, hogy vegyesen felvidékről betelepített népek, akkor a székelyek, és ugye hát a svábok, itt maradt svábok még, de vegyes a kép, és a hagyomány is ötvöződött, így nagyon nehéz tiszta, szintiszta bátaszéki, hát ilyen dolgokat keresni, találni, és akkor így jött az ötlet, hogy akkor próbáljuk meg ezt, tehát ráadásul én kötődöm ehhez, én ott születtem Dolinán, és ezek a kis település puszták már nincsenek, de emlékek még bőven vannak, úgyhogy így került ez az elképzelés. Ezeket próbáltam úgy összegyűjtögetni, nyilván nem egyedül, hanem többet magammal, hogy mentsük meg, ami megmenthető, mert pár év és tulajdonképpen már egyáltalán nem lehet nyomát lenni ezeknek a akkori időknek. A múltra építve alapozva lehet a jövőt is elképzelni. Tehát valamiféle identitás kell, hogy az ember honnan jött. Nem szabad elfelejteni ezeket az ilyen élményeket, eseményeket, mert anélkül a jelen sem ér semmit. Szebényi Géza szerint nem csak a helyiségek, hanem az emberek is legalább annyira fontosak. Azt mondja, mind a jelen, mind a múltbéli fényképeket a rajta lévő személyek varázsolják élettel telivé. Maga a kis település, ennek a házakról, az utcáról, a kápolnáról, a leperden az iskoláról, meg az egyéb épületekről, Dömörkapon ugye a sírhelyek inkább, azok maradtak meg emléként. Hát ezek megvannak, és hát az emberek meg hát ezek tulajdonképpen hát népesítették be ezt az egészet. Maga az utca, meg az egyéb épület az emberek nélkül nem mond semmit. És ez a jó ebben, hogy még most is folyamatosan jönnek olyan képek, anyagok, amik ehhez szorosan kapcsolódnak. Úgyhogy a kiállítás, ami ugye 2019. július 5-én volt, nem zárul le ez a folyamat, hanem azóta is folyamatosan gyűjtjük. Én magam is, meg mindenki, aki ebben érintett valamilyen formában, tehát nincs kisajátítva, hanem egy közös kis csapat dolgozik ezen. Az nagyon fontos, hogy vannak személyes ismeretek, amik ha már nem is a szülő, hanem annak az unokája, vagy a valamiféle hozzátartozója, megkeresve ígéretet tesznek, és ezért az eredmény mutatja, hogy van is értelme, és jön folyamatosan ilyen képanyag, ami nagyon hasznos. Valaki most kapcsolódik ebbe a dologba, mert vagy nem érdekelte különösebben, vagy nem is tudott róla, nem tartotta fontosnak. Többen úgy voltak vele, hogy hát nekik családi személyekről van képük, hát az nem biztos, hogy oda való, hát de pontosan oda való, mert hát ők nem lett volna település, úgyhogy ez fontos. Újabb tervei között szerepel egy régi képekkel teli elektronikus könyv kiadása. Kaptunk segítséget, hogy egy elektromos könyv formájába az összes anyag, tehát ami nem került a kiállításra, de fontos és sok minden írott szöveg, ami hát ilyen képkiállításon annyira nem izgalmas, de akit érdekel, és hát olyan nyomokat hagyott ez a időszak, ami le van írva és össze van gyűjtve, ezt az elektromos könyvben meg szeretnénk jelentetni, és akkor oda tényleg minden anyag bekerül, és folyamatosan lehet bővíteni.